Nem mindig. De hát azért a Dehogy nem. csirájában már akkor is megvolt, hiszen akkor is azt Mindig. mondod, hogy szerelmes voltál, és akkor ezért nem akartál már Mindig, mindig, elmenni. mindig megvolt. Holdas éj a Dunán, meg egy jó cigány, jaj, de szerelmes vagyok, babám. Holdas éj a Dunán, ilyen éjszakán, nem volt, nem is lesz soha. És milyenek voltak ezek az első színházi évek? Csodálatos színészek voltak körülöttem, és akkor mi még áhítattal néztük a nagy színészeket. Szóval mi csodálattal néztük, hogy milyenek. Manapság már nem igazán látom ezt, hogy úgy csodálnák a nagy színészeket. Sok a kis apró zseni palánta, de ez se baj végül is. Szóval mi leellestük a többiektől, a nagyoktól, hogy mit lehet csinálni. Én például állandóan ott álltam a portálban, és néztem a Komáromi Éva szubrettet Miskolcon, és próbáltam mindentől leellesni. És amit lehetett, persze ezt a mai napig is megcsinálom, szóval elmegyek színházba, és látok valami jót, akkor én azt elraktározom magamba, az még nekem jó hely valahol. De tulajdonképpen akkor te saját magadat képezted ki. Ez így van, ez tulajdonképpen így van. Nem fogják az ember kezét, nem egyengetik a lépteit, hogy mit, hogyan. Bedobják a mély vízbe, aztán vagy tudsz úszni, vagy nem. Ha tehetséges vagy, és vannak képességeid, akkor valahogy magadból kicsikarod, és valahogy megszenveded. De nem nagyon egyengetik, nem is egyengedték. Szóval nem segítettek, nem tanítottak? Nem. Nem magyarázta el valaki, hogy ezt ne így csinált, hanem úgy csinált? Nem. Engem sorozatosan bedobtak a mély vízbe mindig, tehát főszerepeket. Meg kell, hogy mondjam, hogy 2 év után átszerződtettek, vagy átszerződtem a Szegedi Nemzeti Színházba segédszínésznőnek, de ott rögtön főszerepeket adtak. Tehát nagy zenés játékok főszerepeit játszottam, és úgy bántak velem, mint aki már évek óta a pályán van. Hát muszáj volt csinálnom, és jól csinálnom, mert azt várták el tőlem. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy az nem volt még tökéletes, de hát ha az ember fiatal, és mocorog benne valami tehetség, akkor, és nagyon akarja, akkor az sok mindenen átsegíti. És onnan aztán visszakerültél megint csak Debrecenbe. És 1 év után visszaszerződtettek Debrecenbe. Ez egy véletlen volt, mert ha máshova hívnak, akkor máshova megyek, de ide hívtak, és itt töltöttem el 18 évet. És amikor eljátszottad szinte az összes főszerepet? Hát tulajdonképpen az operett irodalom majdnem minden szubrett szerepét eljátszottam. Rengeteg zenés játékot, és az ott tartózkodásom utolsó 10 évében pedig már prózát is játszottam. Sőt, a vége felé már több prózát játszottam, mint zenés játékot. És elégedett voltál ezek alatt az évek alatt? Hát nem szokták azt mondani, hogy elégedett voltam. Én elégedett voltam az életemmel, tudod? Mert én nagyon sikeres voltam ott Debrecenben. Nagyon népszerű voltam Debrecenben. Miután tőlem kérdezett, kénytelen vagyok én elmondani. És azért is el kell mondjam, mert sokszor kérdezik, hogy nem hiányzik neked ez a most akkori népszerűséget, hogy most nem vagy színháznál, hogy nem játszol szerepeket. És... Tehát országosan most sokkal ismertebb vagy. Igen, ez is egy másik dolog, erre majd rátérünk később, hogyha akarod. Szóval én átéltem mindazt, amit egy színésznő átélhet a népszerűségből ott Debrecenben, Szabolcs-Szatmár megyébe és Hajdú-Biharba. Ez a két megye volt. Szóval én sikeres voltam ott, minden szerepet megkaptam, ami nekem való volt. Gyönyörű gyerekem született, lakásom volt, én nekem külön fellépéseim voltak. Szóval én nem voltam elégedve a sorsommal, igen. És azért nem is akartam mocorogni, tehát én nem akartam később fölkerülni Budapestre. A pályám elején igen, de miután nem jöttek le, nem néztek meg, nem hívtak, nem történt semmi, én ezt fel is adtam, hála Istennek. Szóval elnyomtad magadba a kitörési vágyat. Nem volt benned egy olyan, hogy
Most, hogy én milyen jó vagyok, hogy ezt nézze meg az egész világ? Tehát, hogy lássanak minél többen? Én úgy éreztem, hogy miután megkapok minden olyan szerepet, ami nekem való, én abban sikeres vagyok. Engem ismer, nekem estéről estére nekem tapsolnak. Miután nem volt más, amit átélhettem volna, nem volt televíziós szereplésem, nem volt film, de nem tudtam, hogy mit hagyok ki, tudod? És én jól voltam ott. Na, szóval a lényeg az, hogy ehhez más embernek kellett volna legyek, hogy én kopogtassak, járkáljak, mutassam magam. Ezt a mai napig sem tudom csinálni. Tehát nem menedzselted? Nem magad. Tudom. Nem. Pedig úgy adottságait szempontjából az ember azt gondolná, hogy kiköpött filmszínésznő. Hát tulajdonképpen, mindegy, csak most már múlt időben, ahogy így visszatekintek. Valóban kár, hogy azok az évek elmentek, mondjuk televíziós szereplés vagy film kapcsán, hogy mikor fiatal voltam, mikor olyan nagyon ragyogó, szép az ember, nincs rajta egy ránc, egy szarkaláb, semmi, hanem olyan nagyon kicsattanó. Ők se szépülnek a korral, nem? Szóval kár, hogy akkor ez nem történt meg, de bánni vagy szomorkodni miatta ez sosem volt, így utólag sem, csak kár. Nem is volt ez akkor álmod sem? Szóval úgy el voltál, játszottál, örültél, hogy ott a színházban mennek a főszereplők, tapsolnak, nem ábrándoztál, hogy nem, filmek? Nem. Az volt a fontos, hogy mindig megkapjam a három főszerepet minden évben. Na most ez eszméletlen sok, hát gondolhatod, mennyi próba. És ha már nem kaptam meg hármat, akkor el voltam keseredve, hogy borzasztó, hát itt a vég. Szóval nem. Menet közben, tehát ebbe a 18 évben belefér az is, belefért, hogy egy véletlen folytán fölkerültem Budapestre, egy próbafelvételre, a Lili Bárónő címszerepére. És meg is kaptam, meg is történt ez a forgatás, én eljátszottam ezt a szerepet, Kalmár Magda ének hangjával, hiszen akkor már föl volt véve a zenei anyag, és én csak rátátogtam. És örömmel, mert gyönyörűen énekelte el a Magda ezt a szerepet. Meg volt a forgatás, minden nagyon szép volt, aztán visszamentem Debrecenbe, de mi sem történt volna, játszottam tovább. De nem okozott bennem semmiféle törést vagy csalódást. Aztán jött az életnek egy csavara, fölkerültél, mondhatjuk, magánügyben Budapestre. Mit vártál a budapesti évektől, vagy ettől a változástól? Színházi, vagy szakmai? A világon semmit. Először kétségbe voltam esve, hogy nem vagyok színháznál. Furcsa volt, hogy nem tartozom társulathoz. Ezért volt is egy másfél éves, elég, nem is tudom, mondom, hogy... Szóval nem szívesen emlékszem vissza, mert a József Attila Színházba bekérezkedtem tulajdonképpen. És ez egy nagyon rossz helyzet, ha az embert csak úgy beveszik valahova. El kell, hogy mondjam, hogy itt volt egy nagyon kellemetlen fordulat az életemnek, hogy egy új igazgató jött a színházhoz, nem az, aki oda vett engem másfél év után, aki engem nagyon jól ismert a vidéki éveimből, sőt, főszerepeket játszottam nála, sőt, drámai szerepet játszottam, tehát prózai szerepet játszottam nála. És azt mondta nekem az újra szerződésnél, hogy nagyon örül, hogy itt vagyok, és nekem most mindent előről kell kezdeni, az egy-egy mondattól kezdve, mert meg kell mutatnom, hogy én mire vagyok képes. És akkor mondtam, hogy hát maga tudja, hogy én mire vagyok képes. Igen, de hát ezt előről kell kezdeni, mondtam, hogy
Nekem erre nincs időm, mert én 42 éves vagyok akkor, erre én ezt nem tudom előről kezdeni, és akkor eljöttem a színházba.